El kell dönteni, hogy azt az időszakot választják az emberek, amikor 915 ezer munkanélküli élt Magyarországon, vagy azt, amikor 1 millió munkahely teremtődik. Ezt a kérdést vetette fel Rétvári Bence Hajdúszoboszlón. A parlamenti államtitkár szerint meg kell nézni a 2010-ig tartó baloldali kormányzás döntéseit és a 2010 óta irányító Fidesz-KDNP intézkedéseit. Bodó Sándor pedig arról beszélt az Országjáró Fórumon, hogy a mostani kormánynak továbbra is segíteni kell az emberek mindennapjait. Megszorítás, 13. övönyugdíj elvétele, bércsökkentés, adóemelés, és a többi, rezsiemelés. A baloldali kormányzás idején ezek voltak a fő intézkedések. Rétvári Bence szerint erre már sokan nem is emlékeznek, mint ahogy arra sem, hogy milyen kevesen dolgoztak 2010 előtt, vagyis mielőtt a mostani kormány elkezdte a munkáját. Azt az időt választjuk, amikor 915 ezer munkanélküli van, vagy pedig azt az időszakot, amikor 1 millió munkahely teremtődik. A Kulturális Központ színház termében a parlamenti államtitkár elmondta, hogy 2010-ben Magyarország a csőd szélén állt. Ráadásul a baloldal folyamatosan megnehezítette az emberek életét. Sőt, kivette a biztosítékot az embereknél az, hogy 2007. február 15-én bevezették a vízidíjat. De egy népszavazás után, 2008. március 31-én megszüntették azt. Akkor olyan időszak volt, amikor bevezették a vízidíjat, hogy magasabb legyen az ápolók bére, csak hogy a vízidíjat az emberek fizették, az ápolók bére viszont nem emelkedett, hanem csökkent. Ehhez az időszakhoz most már másfajta időszakot élünk, de azért is fontos erről sokszor beszélnünk, mivel közelednek a választások, mert sokszor ezt már teljesen természetesnek veszik, hogy a fiataloknak családtámogatás, adókedvezmény, 13. havi nyugdíj visszaépítés van, pedig ez nem volt mindig így, ez azt kellett, hogy Magyarország a saját lábára álljon, a magyar emberekben bízzon, akár nemzetközi konfliktusokat is vállaljon, és ebből tudott gyarapodni az országunk. A 2010-es kormányváltás óta sokkal nagyobb támogatást kapnak a családok, mint korábban. Többek között bevezették a csokot, a babaváró és a nagycsaládos autóvásárlási támogatást. Nagy kérdés mindenki számára, hogy azt szeretné, hogyha a Gyurcsány Ferenc kerülne vissza hatalomba és a Gyurcsány korszak folytatódna, vagy pedig az elmúlt 12 év folytatódna emelkedő bérekkel, csökkenő adókkal, növekvő családtámogatásokkal, otthontámogatásokkal, a vállalkozók számára, az emberek számára sokkal kevesebb adóval, vagy pedig az a túladóztatós, megszorítós világ térne vissza, amit Gyurcsányék jelentenek, akik sosem abból indultak ki, hogy a magyar embereknek mi az érdeke, hanem a multicégek érdekéből indultak ki. Ráadásul Rétvári Bence szerint a baloldal munkáját bizonyítja az is, hogy több miniszterelnök is volt az ellenzéki kormányzás idején. Míg azóta, vagyis 2010 óta csak Orbán Viktor irányítja az országot. Voltak ilyen Bajnai Gordon, Megyesi Péter és sok mindenki más, Karácsony Gergely mondjuk a 18-as választáson, akiket lehet, hogy ideig, óráig előre tolnak, első vonalba tolnak, de bármelyik pillanatban levesznek. Karácsony Gergely példája mutatja, jobban szerepelt az előválasztás első fordulójában, mint Márkizai Péter, mégis őt vették le, és Márkizai Pétert vitték tovább. A lényeg, hogy Gyurcsány Ferenc túlélje a kudarcokat, és amikor valamilyen baloldali lehetőség van, mint volt például 2002-ben, akkor pedig percek alatt trükkök százaival igyekszik megkaparintani a hatalmat. Mi nem szeretnénk visszafordulni. Szó sincs arról a kaotikus állapotról, ami úgy vizionálható egy ilyen 6 vagy 7 párti kormányzat, aminek a tervezett miniszterelnök jelöltjét még valamelyik párt sem tudja támogatni a kezdeti időszakban. Bodó Sándor elmondta azt is, hogy ezek nagyon zavaros dolgok. Itt nincs idő próbálkozni, itt dolgozni kell, mégpedig határozottan. A jelenlegi kormány pedig így dolgozik. Nehéz hónapok és fontos hónapok előtt állunk, amikor minden véleményt érdemes kicserélni egymással. Ugye látható, hogy Magyarországon 4 évente mindig van egy ilyen választási boom, amikor a közélet iránt érdeklődés jelentősen megnő, olyanok is előbukkannak, akik korábban sohasem foglalkoztak közélettel, de hát ez nem minősítés, csak egyszerű ténymegállapítás. De fontos, hogy azokat az eredményeket, azokat az értékeket sorba vegyük, amelyeket elértünk, beszéljük meg, mi volt a munkamódszerünk, tárgyaljunk arról, hogy hogyan kell ezt folytatnunk, milyen feladatok várnak ránk, akár helyben, akár országosan, és hát ettől jobb alkalom nincs, mikor a választókeret több településéről, budapesti vendégekkel, államtitkár kollégákkal, közéleti szereplőkkel tudunk találkozni.
Bodó Sándor szerint tovább kell folytatni azt az utat, amit elkezdtek. Folytatni kell a családok és a fiatalok támogatását, csak úgy, mint a nyugdíjasok, a vállalkozók és a dolgozók életének megkönnyítését is.